kaptunk egy meghívást a Spartrend őszindító rendezvényére, és itt értesültünk igazából a pályázatnak a részleteiről. Kezdőlag berendezőként igazából volt időnk, hogy a barátnőmmel együtt elkészítsük a pályázatot. Jól kiegészítjük egymást igazából, és egy közös üzletben is gondolkoztunk, közös vállalkozásban, úgyhogy akkor ez így indulásnak úgy gondoltuk, hogy jó lesz. Próbáltuk a Spartrend igényeit előtérbe helyezni. A legnagyobb térben, az A-térben a legkeresettebb jacuzzikat betervezni. A víz volt a központi elem, amit használtunk, a kék szín és a buborék téma. Úgyhogy e körül erre épült az egész. Arra jutottunk, hogyha középen kialakítunk egy falat, akkor arra könnyebb építeni mindent. Feladat volt a terasznak a berendezése is a bejárat előtt, úgyhogy oda egy ilyen japán stílusú gyakorlatilag kertet terveztünk a háttérben bambuszokkal és lépőkövekkel, amik között kavics van. Úgyhogy próbáltuk ilyen keleti hangulatot kialakítani. Próbáltunk olyan anyagokat is használni, ami hozzánk is közel áll. Természetes anyagok, és a Spartrendnek a koncepciójába is beleillik, úgyhogy ezért volt ez a dzsungeles interiőr, amit beterveztünk, ez a japán a bejárat előtt. Az A-térben, ami a legnagyobb tér, ott ilyen kis boxokat alakítottunk ki, de próbáltuk úgy megtenni ezt, hogy azért a jacuzzik mozgatásakor a dolgozóknak is könnyen megközelíthetőek legyenek. Iskolába jártam, a lakberendező iskolába, akkor kaptunk egy meghívást egy workshopra, úgyhogy ott már megismertem a termékeket. Most a munka során pedig nagyon élvezetes volt lapozgatni a katalógust, és igazából ez volt a munkánk, hogy válogassunk a termékek között, úgyhogy a leadás idejére már tényleg nagyon jól megismertem a Spartrendes termékeket, a grilleket is, és a kerti bútorokat is. Nekem legjobban a grillekből az O-Fire termékek tetszenek, abból is a bronzos színűek. A szoftabb medencékből a fehér színűt és egy kéket terveztünk be egy felhős interiőrbe, ami szerintem elég jól sikerült, úgyhogy nekem az a kedvencem. Két hónapig dolgoztunk rajta, úgyhogy nem volt könnyű. 1300 négyzetméter, úgyhogy azért minden apró sarkot ki kellett jól használni és kitalálni. Azért kihívás, főleg, hogy voltak olyan dolgok, amiket nem lehetett változtatni, de azt hiszem, hogy jól sikerült, és hogyha mi nyerünk és megvalósul, akkor állunk elébe.